egy leakasztást fogok mutatni. Majd megmutatom, hogy itt a sárvédők ott vannak. Nincs rajta kamionon, és most mivel elmegyek szólóba, azért rá kell tenni. Ez egy mega szerelvény. Vagyis hát fél megállnak is mondjuk, már nem olyan igazi pici kerekű, de belméret ugye a pótkocsinak 3 méter és azért. Szóval itt ekkora kis hézag van, így a kezemhez látszik. És amikor kicsit egyenetlen a talaj, akkor elérni a sárvédő műanyagot. A gumi meg a pótkocsi közé beszorulni és széllyel cseszni, szóval azért nincsenek ezek rajt. Tehát le van véve, de úgy nem lehet vele közlekedni szólóba. Majd amikor lejárok, akkor megmutatom. Akkor megálltunk egy megfelelő helyen, nem mindig sikerült teljesen egyenesen. De most ez egy szabályos parkolóhely. Először is behúzzuk a pótkocsinak kéziféket. Ami egy ilyen szelep a pótkocsi szintezője környékén van, mivel levegővel működik, és itt van rajta jel. Kifele húzzuk, most ez pont fordítva van fejtetőn, kifele húzzuk ezt a szelepet, akkor fog be a fék. És most így be van fékezve a pótkocsi, és így lehet leakasztani, és első lépésben ki kell húzni a királycsapon a reteszt. Ezt sokan nem mondják, de ez a legelső lépés, ugyanis, hogy nekiállok szintezni, vagy megmutatom, hogy miért, akkor meg fog feszülni. Szóval látszott, hogy ott kell megakarni neki. Nagyon nem látszik, mert sötét van. Az a lényeg, hogy ennél a fogantyúnál fogva meg kell húzni így kifele, és ide vissza reteszelni ott. És akkor most elindítom a kamiont, és járó motornál szintezni fogok, fölemelem a szintezővel a húzónak a hátulját, és akkor föl fog emelkedni a pótkocsi eleje. Majd mutatom, hogy miért. Azért, mert itt a gólyalábat le kell tekerni. Ez a pótkocsinak a talpa, itt a tekerője. És azért emeltem föl, hogy amikor letekerem teljesen, majd utána a kamiont megint kicsit lejjebb engedem, és akkor teljesen lerogyik a pótkocsi ide erre a talpára, gólyalábra. És akkor előre megyek a kamionnal kicsit, még lejjebb engedem a nyerget, azért, hogy ami rajt van zsír, azt ne húzza végig a pótkocsi óráig, és akkor kijárok alolla. És majd utána visszaszintezem teljesen menetszintre, meg felrakom a sárvédőket. Most ez a gólyalábnak a tekerője, ez két állású, hogyha kihúzom, akkor úgy van teljes sebességen, hogyha be van tolva, akkor pedig ilyen lassító áttétel könnyebb emelni, hogyha meg van ragva, akkor is kicsit lehet rajta emelni. Szóval most elindítom, és előbbre járok, kicsit utána lejjebb engedem, leakasztom a kábeleket, aztán kész. Szóval látszik, hogy nem éri el már a nyereg, és nem húzza végig, ami ott van zsír. És még annyi, hogy az előző kamion, amivel dolgoztam, az előző munkahelyemen az egy emán volt, és az allergiás volt rá, hogyha járó motorral vagy rajthagyott világítással szedtük le a vezetékeket, kábeleket, és akkor hibát írt utána, szóval mindig állítsuk le, és úgy vegyük le a csatlakozásokat.
Most újra a szintezés következik. Tehát megnyomjuk ott a hátsó tengely gombot, ugye ennek az eleje nem is emelhető. És megnyomjuk itt a zöld gombot. Ez a menet szinte fogja visszahozni. De ha máskor úgy marad, akkor ebben van a itt is szintező kapcsoló. Az is visszaállítja a szintet. És akkor most felrakom a sárvédőket. Ilyen gumis beakasztó. És menet kész. Szóval ilyen egy leakasztás. Aztán nem tudom, hogy majd a felakasztást is tudom-e videózni. Az ismeretlen helyen lesz. Most egy pótkocsit cserélek, egy ilyen meló van. Majd meglátjuk.
még nem mondtam, ott a királycsapnak a retesze, az a kis picike viszintes téglalap. Az látszik, hogy be van akadva, ezt meg kell nézni minden akasztás után. Ugye az látszott, hogy meghúztam előre-hátra kicsit, megrántottam. Ilyenkor leakadna ugye, hogyha nincs ráakadva rendesen. Ki kellett jönnöm a cégtől, mert ott nem tudtam videózni tovább. Útba voltam, szóval ezeket a kábeleket, levegő meg elektronikai kábeleket is visszaakasztottam. És meg kellett néznem ugye Ford-kocsinak a műszakiját, a rendszámát ellenőrizni, hogy a biztosítása megvan neki. Meg a sérüléseket leírtuk egy papírra és lefotóztam és aláírtam. És akkor most így indulok a felrakóra.